Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit. Komolyan fontolóra vették be a széken, hogy új helyszínen új művelődési házat építsenek, ám a költségek láttán mára egy módosított változat szerint az eredeti költségek feléért alakítanák át a jelenlegi Petőfi Sándor művelődési házat. A tervek szerint a választási ciklus végére megépülő új változat helyet adna a város könyvtárának, színháztermének és további közművelődési tereinek. Mozsolik Róbert polgármester azt mondja, csak kormányzati segítség esetén van esélyük arra, hogy megvalósítsák terveiket. Éveken keresztül toldozgatták, korszerűsítették, csinosították a bátaszéki művelődési házat. Ám azt mindenki tudta és egyet is értett benne, hogy nem más ez, mint szépségtapasz, és előbb-utóbb ennél hatékonyabb és hosszú távú megoldást kínáló változatot kell kidolgozni, olyat, amelyik méltó közművelődési teret hoz létre a városban. Az első ötlet egy új helyen létrejövő modern kultúrház megépítése volt. Végig gondoltuk azt is, hogy teljesen új helyszínen, egy teljesen új 21. századi épületnek a megvalósításában hogyan tudnánk ezt meg létrehozni. Egy kicsit túllépve Bátaszék határait, hiszen ez az elképzelés egy kicsit olyan léptékű volt, hogy ez térségi kulturális rendezvények helyszíne is lehetne. Itt a műszaki és pénzügyi paraméterek hát jelen helyzetben igen riasztó számokat hoztak ki. A bekerülési költsége mintegy 5 milliárd forint lett volna. Hozzátéve azt, hogy nem az épület került volna ennyiben, hanem olyan kiszolgáló infrastruktúrát kellett volna megvalósítani, megközelíthetőség, új közúti csomópont kialakítása, egy pataknak a lefedése, amely a költségeket igen jelentősen megnövelte volna. Ezért úgy gondoltuk, hogy mértéktartók kívánunk lenni annak érdekében, hogy legyen reális esély ennek a megvalósítására. Maradt tehát a B verzió, a jelenlegi Petőfi Sándor művelődési ház átépítése és a terek kibővítése, mely lényegesen kedvezőbb anyagi kondíciókat kínált. Elővettük a 2009-ben már elkészített tanulmányt, ami a Petőfi Sándor művelődési ház bővítésével, átépítésével foglalkozott, és ezen a helyszínen valósítaná meg, vagy valósulhatna meg ez az elképzelés. Ez a szomszédos ingatlant is érintené. Ez a új közművelődési tér magába foglalna a színháztermet, kiszolgáló helyiséget, magába foglalná az új könyvtár megfelelő helyiségeit és funkcióját, és egy olyan belső udvaros közösségi teret, amely azt gondolom, hogy az elkövetkezendő 25-30 évre Bátaszék közművelődési, közgyűjteményi és civil élet feltételeit tökéletesen meg tudná oldani. Itt már barátságosabb számokkal találkoztunk, de ez is 2,5 milliárd forintos beruházás lenne ez évi számadatok figyelembevételével. Így néz neki utcafront szerint elképzelésben maga az új közművelődési tér. Az alaprajzi kinézete az, egy 300 főt befogadó színházterem lenne, ami több funkció. Meghagynánk a művelődési háznak a főépület részét, mi úgy hívjuk, hogy a zöld teremig, onnan már lebontásra kerülne, és így kerülne kiépítésre maga az ingatlan. Egy belső udvaros megoldással. És ha megépül, itt kap majd helyet a városi könyvtár is. Ugye ez a koncepció magába foglalja azt, hogy egyetlen egy helység azért kűresedik, hiszen a városi könyvtár épülete ilyen értelemben más feladatot kapna. Az elképzelésünk szerint ez egy állandó kiállító teremként tudna működni, hiszen mindenképpen szeretnénk a kultúra részeként meghagyni az épületet, már csak jellege, településen belüli helye és a belső kialakítása alapján. Így egy olyan igényt is ki tudnánk elégíteni, hogy folyamatosan tudnánk olyan kiállításokat szervezni, legyen az várostörténeti, képzőművészeti vagy akár egyháztörténeti kiállítás, amely Bátaszék kulturális értékeit tudja emelni. Minden ötlet annyit ér, amennyit igazából megvalósítható belőle. Bár a jelenlegi terv az eredetihez képest lényegesen olcsóbb, majd a fele költségben kerül, erre a városnak nincs forrása. Nekünk nincs arra a megfelelő anyagi forrásunk, hogy ezt önerőben meg tudjuk valósítani, és információink szerint pályázati kiírások sem fognak ilyen jellegű létesítmények megvalósítására megjelenni. Ezért azt gondolta a képviselőtestület,
hogy megkeresünk minden olyan potenciális személyt, aki úgy gondolja, hogy Bátaszék megérdemelhetne egy ilyen közművelési teret, és az ő segítségükkel, bízva abba, hogy a kormányzat is meghallgatja a kérésünket, szeretnénk, hogyha ez ebben az önkormányzati ciklusban meg tudna valósulni. Kipakolták a civil házat a Német Nemzetiségi Egyesület tagjai, ezzel megkezdték a ház átalakítását. Idővel a térség egyik jelentős regionális találkozási pontja lehet majd. Egyelőre önerőből és a tagok segítségével szabad idejükben dolgoznak azon, hogy minél hamarabb elkészülhessen a központ. Minden építkezés bontással kezdődik, mondta a Német Nemzetiségi Egyesület elnöke. Ennek megfelelően el is kezdték a már használhatatlan bútorok kihordását és bontását az egykori civilház régióvoda épületéből. Bátaszékváros önkormányzata azzal segítette a regionális találkozási pont létrejöttét, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak adományozta az ingatlant. A munkálatok elkezdődtek. Ma terveink szerint kipakoljuk az épületet üresre, elkezdjük a fűtésrendszert, a régi elavult fűtési rendszert kibontani, lebontani, és hát tervezgetni a munkát, hogy mi lesz a következő folyamat, hogy lesz a következő lépés. Tagjaink vállalták azt is, hogy majd kis forradborral pörköltel kedveskedjenek, tehát a jó hangulat az biztosítva van a munka alatt, és én személy szerint nagyon örülök annak, hogy ennyi szorgos kezet üdvözölhetünk ma itt az épületben, illetve az udvaron, és nagyon gyorsan jól halad a munka. Rómát sem egy nap alatt építették, ez egész biztos, hogy egy nagyon-nagyon hosszú munka lesz, nagyon-nagyon sok időt fog felemészteni, még több pénzt, de ha ennyire gyorsan haladunk, akkor nem lesz ebben semmi probléma. Én úgy gondolom, hogy a kipakolással a mai nap már végzünk is, és jöhet az épületnek a szerkezetének a felújítása. A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Egyesület részéről vetődött fel annak a gondolata, hogy egy régiós kulturális központ jöjjön létre Bátaszéken. Ugye ez az országos önkormányzat részéről is megfogalmazott igény, területenként létre kívánnak hozni, és hát éltünk is ezzel a lehetőséggel, hiszen Bátaszék történelme alapvetően a németséghez, a svábsághoz kötődik, hiszen a török hódoltságot követően német ajkúakkal került betelepítésre Bátaszék és környéke, és hát valójában nagyon-nagyon sokat köszönhet a település a német ajkúaknak, hogy ma így nézünk ki, ahogy kinézünk. Az önkormányzat mással nem nagyon tudta segíteni ezt az ötletet, mint hogy helyet biztosítunk, hiszen ingyenesen az önkormányzat tulajdonába adjuk a helységet. És hát mivel a tervek már rendelkezésre álltak egy korábbi elképzelések alapján az átépítésre, így kézenfoghatónak tűnt, hogy ez legyen a helyszín ennek az ötletnek, ennek az elképzelésnek. És hát a mai nap meg is kezdődött a kivitelezés, ha szabad így fogalmazni, hiszen a Német Egyesület tagsága megkezdte az épületnek a kitakarítását. Ez az épület korábban raktározási feladatokat is ellátott, és hát nagyon-nagyon sok olyan most már haszontalan holmi került itt tárolásra, amelyet megsemmisítünk, eltávolítunk. Megpróbáljuk az épületet kiüríteni olyan szempontból, hogy megkezdődnek a régi szerevényeknek a lebontásai, és apránként majd akár az önkormányzat, akár az egyesület pályázati lehetőségeivel megpróbáljuk az épületet a régi pompájába és régi fényébe felújítani, hogy funkcionálisan és alkalmas legyen az elképzeléseknek a megvalósítására. Ma én az egyesület tagjaként veszek részt az eseményen, hiszen a Német Egyesület tagja is vagyok, és hát így is próbálom segíteni, hogy az ötlet elképzelés minél gyorsabban meg tudjon valósulni. A Német Nemzetiségi Önkormányzat immáron a teljes ingatlan birtokolja. De mi lesz akkor az eddig itt tárolt dolgokkal és a Best Ritin próbáival? Azért megállapodtunk a német önkormányzattal, hogy azok a szervezetek, akik az önkormányzattól szívességi használat címén helyiségeket használtak, mindaddig, amíg a felújítás vagy a funkció nem igényli, addig ezek az egyesületek továbbiakban is itt tevénkednek, a legjobb utcai csapat is itt továbbiakban tudja folytatni majd a munkáját. A Felvidéki Néptánc Egyesület a helyiségnek egy részét, vagy az épületnek egy részét ő is raktározási céllal használta. Sajnos az is rossz állapotban van, így megpróbálunk helyet keríteni majd azoknak az értékes holmiknak, amelyek per pillanat itt kerülnek őrzésre, hogy azért vagyonvédelmi szempontból az jobb körülmények között lehessen majd őket tárolni.
Bár van egy nyertes pályázatuk, az csak a regionális találkozási központ berendezését támogatja majd. Az épület felújítására nincs külön forrásuk, így azt egyelőre önerőből, civil segítséggel kezdték el. A pályázatból valóban nyertünk a németországi belügyminisztériumnál egy elég komoly pályázatot. A pályázat az épületre magára nem ad támogatást, a berendezésre ad. Tehát ebben az épületben helyet fog kapni egy könyvtár, nagyon sok német nyelvű kötettel, új kötetekkel, gyermekkönyvtár, ahol lehet óvópedagógiai foglalkozásokat tartani, és iskolásoknak, középiskolásoknak és felnőtteknek is. Informatikai, nagyon komoly informatikai háttérrel fog ez rendelkezni, tablettekkel, notebookokkal. Egy konditerem a hölgytagjaink nagy örömére. Hát én nem is tudom, hogy mennyi géppel, mágneses szobakerékpárokkal, elektrikus trénerrel, evezőpaddal, mindenféle klassz gépekkel fogjuk ezt felszerelni, egy teakonyhával fogunk rendelkezni, illetve olyan irodahelységgel, ami ágyazható lesz, tehát hogyha Bátaszékre delegációk érkeznek, akár itt szívesen el is fogjuk tudni őket szállásolni, kulturált körülmények között. Én azt gondolom, hogy a tél beállta előtt jó lenne a fűtés engedélyeztetése, tehát a gázengedéllyel, a fűtés képítésének az elkezdésével megbirkózni. A héten már ideiglenes folyóvíz újra van az épületben, tehát slaugot tudunk használni, kezet mosni, illetve hát WC-re el lehet menni, ami egy nagy dolog most ideiglenesen is csak, de én azt hiszem, hogy a jövő nyár fogja meghozni azt az áttörést, amikor az épületet már ki is lehetett festeni. Tehát eljutunk odáig, hogy a betonozások, falak áthelyezése, nyílászáró cserék, ehhez szükségünk lesz majd a tavaszra, illetve a nyárra. Nemzetiségi csatornáinkon keresztül próbálunk majd meg erre pályázni és pénzt szerezni. És én azt hiszem, hogy ami a legszebb része ennek az egésznek, az pont ez a társadalmi munka, ami itt zajlik, hiszen azokat a munkákat, amik nem engedélykötelesek, és megtehetjük azt, hogy mi magunk készítsük, azt meg is fogjuk tenni. Sok segítőkéz munkálkodott szombaton, ezért jó ütemben is haladt a munka. A koronavírus járvány generálta azt a kezdeményezést a körzeti óvodában, hogy segítendő a szülők helyzetét, bábjátékokat és az óvodai munkát segítő bemutatókat rögzítettek videóra. A gyerekek, ha otthon is kell maradniuk, nem maradnak le társaiktól. Ráadásul saját óvónéniük mesél számukra képernyőkön keresztül. Az intézményben németül is tanítanak, így készült a nyelvoktatás segítő oktatóanyag is. A három pillangó. Volt egyszer három pillangó, egy sárga, egy piros, meg egy fehér. Vígan játszadoztak a verőfényes mezőn, virágról virágra szádostak, táncoltak, repdestek jókedvükben. A bábjáték az egyik legősibb művészeti ág. A varázsa abban rejlik, hogy általa az élettelen anyagba lehet átvinni az érzelmeket. A bábjáték oldja a szorongást, felszabadít, fejleszti a kreativitást, a szókincset, a gondolkodást és a probléma megoldó képességet. Meséli Szabóni Béda Anita, a bátaszéki óvoda óvópedagógusa. Éppen ezért gondoltuk, hogy a gyerekek folyamatos fejlesztése érdekében állunk neki ezeknek a báb videóknak. A vírus veszély miatt otthon marad a gyerekek szórakoztatására és a szülők segítésére. Azt találtuk ki a kolléganőkkel, hogy a különböző foglalkozásokat felvesszük videóra, és a zárt Facebook csoportokban osztjuk meg a szülőkkel. Minden kolléganő nagyon kreatívan állt a kérdéshez. Nagyon szép munkák születtek, olyan apró kis videók, amikkel a szülőknek az otthoni a gyerekével való foglalkozást is tudtuk segíteni. Vígan játszadoztak a verőfényes mezőn, virágról virágra szádostak, táncoltak, repdestek jókedvükben. De hirtelen beborult az ég, közeledett a vihar. Repüljünk haza, mondta a sárga pillangó, s ilyetten tergette a szárnyát. Minél gyorsabban, mondta a piros is, a fehér is, és elindultak gyors szárnyalással. A bábozás sokoldalú komplex hatása miatt nagyon alkalmas módszer a gyerekek személyiség fejlesztésére. Segít a gyerekek kapcsolatainak kialakításában, fejleszti a beszédkészséget, élményt nyújt a bábozónak,
és a nézőnek egyaránt. Ez az otthoni munkát segíti. Igazából mi ezeket itt az óvodában nem használjuk, mert az élőszónál nincs jobb és nincs nagyobb varázsa, mint az élőben történő mesélésnek és az élőben való foglalkozásnak, úgyhogy ez igazából csak az otthoni munkát segítette ezek a videók. Természetesen készült német változat is, ugye három német nemzetiségi csoport van az óvodában, a németes kolléganők, ők is készítettek ilyen videókat, és ezt is továbbították a szülőknek. Az óviban tervben van a további ehhez hasonló mesefeldolgozás készítése. Süss fel nap, szárogasd meg szárnyamat, nyisd ki a virágokat. Könyörgött a három viderbő pillangó. A nap meghallotta a sűrű felhők közül a pillangó esdeklő beszédét, s annyira megilletődött, hogy a felhőket előzte, meleg fény árasztott a mezőre, s a pillangók szárnyát egy-kettőre megszárította. A Magyar Karate Szövetség által létrehozott Liga Kupa első fordulóját rendezték Bátaszéken. A speciális körülmények között zajló kétnapos viadalon 14 egyesület 300 versenyzője vett részt. Az országos versenyen személyesen megjelent a Magyar Karate Szövetség elnöke, Mészáros János is. A sportág vezetői ugyanis Bátaszéken évtizedek óta zajló klubmunka eredményeként szívesen bíznák meg az itteni klubot egy nagy nemzetközi verseny megszervezésével. A bátaszéki sportcsarnokban indult valójában újra a karate élet Magyarországon bő fél éves szünet elteltével. A Magyar Karate Szövetség által létrehozott új versenysorozat, a Liga Kupa annak nyitófordulóját ugyanis itt rendezték. A kétnapos versenyre a gyermekektől a felnőtt korosztályig 14 egyesület 300 versenyzően nevezett be. Az eseményt megtisztelte jelenlétével a Magyar Karate Szövetség elnöke első embere Mészáros János is. A sportág vezetői a bátaszéki ESE karate szakosztályának több évtizedes eredményes munkájának elismeréseként a vidéki fellegvárra bízták a négy fordulóból álló új versenysorozat nyitófordulóját, vagyis premierjét. A Magyar Karate Szövetség ebben az évben szinte minden rendezvényt törölt a versenynaptárából. Magyarországon ma nem rendezünk nemzetközi versenyeket, és a világban sem rendeznek, és hát a 200 eseményünkből csupán néhány tizet tudunk megrendezni egész évben, és ennek a pótlására indult útjára ez a VKF Magyar Liga nevű verseny, amiből négyet akarunk rendezni, és ennek az első fordulója itt került megrendezésre Bátaszéken. Nagyon fontosak, olyan helyekre visszük, ahol nagyon jó a versenyszervezői tapasztalat. Itt Bátaszéken a város, a Nagy Ákos mester, aki egyébként is nagy szervezője a karate versenyeknek, ő alkalmas volt arra, hogy megvalósítsa azokat a körülményeket, hogy biztonságos az egészség, védő körülmények között valós, versenyszerű körülményeket hozzunk létre. Nem volt egyszerű feladat, hiszen el kellett kerülni a karate versenyekre jellemző zsúfoltságot, egyszerre egy időben csak három tatamin léphettek küzdőtérre, a versenyzők, a karatékák, a bírók és a versenybírók tartózkodhattak még közvetlenül a küzdőtér környékén. A nézőket is egymástól jól elkülönítették. Erre a versenyszervezésben nagy rutint szerző bátaszéki szervezők, mindenekelőtt Nagy Ákos, szakmai és klubvezető szigorú kontrolljának betartásával nagyon odafigyeltek. Nagyon örülünk, hogy egy ilyen ívós rendezvény ilyen komoly támogatókkal beállt a rendezvény mögé, és hogy ennek a történelemkönyvnek mi lehetünk az írói, mert gyakorlatilag ilyen Magyarországon még nem volt karate liga, még ilyen formában nem volt, és egy nagyon komoly sportszergyártó cég is, illetve a Magyar Karate Szakszövetség is mögé állt, és innentől kezdve gyakorlatilag pozitív értelemben egy lavina indult meg, mert a helyi vállalkozók is mögé álltak az ügynek. A Magyar Karate Társadalom vezetői és versenyzői is mögé álltak, úgyhogy én azt gondolom, hogy mind a mellett, hogy egy ilyen rendkívül komoly helyzet adódik, egy összefogással át tudtuk hidalni ezt a problémát. A mezőnyben a szűkebb és tágabb elithez tartozók kaptak elsősorban ezen a versenyen lehetőséget hosszú szünet utáni versenyzésre.
A felnőttek mezőnyében tatamira lépett a jövő évi olimpiai kvalifikációra készülő 6 magyar versenyző közül az egyik legesélyesebb karatés a tokiói olimpiára. Általánosan a versenyszezonnak májusban, júniusban vége szokott lenni, úgyhogy ilyen szempontból amúgy már csak 2-3 versenyünk lett volna hátra. Most viszont szeptemberben ugye nem úgy indult, ahogy szerettük volna, viszont maga a készülés, illetve a formába hozás az megtörtént. Sajnos én is áldozatul estem a pozitív koronavírusos esetének, úgyhogy ott is volt szeptemberben egy 2 hetes kihagyás, de azt követően ismételten szisztematikusan építettük fel a munkát, és hát alapvetően a jövő júniusi kvalifikációs versenyre készülünk. Hány pont kell, vagy mi helyezést elérni a kvalifikáción, hogy képviselhess az olimpián Magyarországot? Hát ugye az olimpiai kvalifikáció az már egy egyenes kijutásos olimpiai kvalifikációs torna, úgyhogy mindenképpen az első 3 helyezett között kell végeznem ezen a tornán, ugye az összevont súlycsoportba, úgyhogy az a cél, hogy dobogós helyen végezzünk, és azzal a kvótát is meg tudjuk szerezni. Ha van egy nemzetközi erősorrend, vagy lista, hivatalos top 10 vagy 12, abba azért már az eredményeid alapján feltétlenül ott vagy? Igen, alapvetően a világranglista első 10 helyezettjében benne vagyok a súlycsoportomban. Voltam világranglista első helyezett is. A top 10-et azt az elmúlt 5 évben azért sikerült megtartani. Egyszer hátrébb, egyszer erőrébb, de alapvetően ott vagyok a súlycsoportnak az elitjében. Jól érezte magát mindenki a jól szervezett bátaszéki versenyen a Liga Kupa első fordulójában. Amíg a tatamin zajlott a valóban magas színvonalú küzdelem, a kulisszák mögött a polgármesteri tárgyalóban és ott a helyszínen is újból szóba került, mi lenne, ha a Magyar Karate Szövetség meg annyi cikádor, illetve széki kupa sikeres megrendezése után felkérné a bátaszékieket egy valamilyen nagy nemzetközi verseny megrendezésére. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!